A nyári időszakban a kánikula és a szabadságok miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a vérkészletek utánpótlására. A Vörös Kereszt a donorok mozgósítása érdekében kampányhetet szervezett. Hétfőn a Castrum Hotelbe várták azokat, akik vérükkel életeket szeretnének menteni. A nagy melegben nagyon nagy szükségünk van a véradókra, ugyanis ilyenkor mindenki jól érzi magát, nyáron, főleg ebben a 40 fokban mindenki a Velencei tavon, illetve a Balatonon fürdik, pedig nekünk ilyenkor is szükségünk van vérre, ugyanis sajnos sok beteg ember van ebbe az országba, akiknek vérkészítményre van szükségük a gyógyulásuk érdekében. Ezért is várjuk szeretettel a véradókat ezen a héten egy úgynevezett véradókampány keretein belül. A kánikulában kiemelten fontos, hogy nagy mennyiségű folyadékot fogyasszon az, aki a vérét adja azért, hogy életet mentsen. Mindenkit várunk, aki betöltötte a 18 évet, de még nem múlt el 65 éves. Nagyon fontos, hogy a véradásra a személyigazolvány, lakcím, illetve a tajkártyáját hozza magával a donor, illetve fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy ebben a nagy melegben, aki jön vért adni, rettentő sok folyadékot fogyasszon. Pénteken délután a Fehér Palotában lesz véradási lehetőség, de hétköznap délelőttönként a kórház területén a vérellátó központ is várja a donorokat.